A múlt héten, 98 nap után véget ért a koronavírus járvány elleni védekezés részeként bevezetett veszélyhelyzet, amit felváltott a járványügyi készültség. Az újonnan életbe lépő szabályokat dr. Filvig Géza egy tájékoztatóban foglalta össze, melyet múlt pénteken közösségi oldalán hozott nyilvánosságra. Első is azt gondolom, hogy legfontosabb, hogy a 65 év felettieknek az időkorlátos vásárlás megszűnt, eltörlése került, tehát nem csak 9 és 12 óra között tudnak vásárolni. Tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletekben továbbiakban is kötelező szájmaszk használata. Vendéglátó üzlet zárt részében a dolgozók kötelesek maszkot hordani. Nem kell maszkot hordani a 6 éven aluli gyermekeknek. Zenés táncos rendezvény, függetlenül attól, hogy az nyilvános vagy nem nyilvános, meg lehet tartani abban az esetben, hogyha a résztvevők egyidejű ottléte nem haladja meg az 500 főt. A változások az önkormányzat által biztosított szociális támogatásokat is érintik. 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és a halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya augusztus 31-ig érvényes. Kalocsán az önkormányzat által nyújtott és a veszélyhelyzet idején lejárt lakásfenntartási támogatások július 31-ig érvényesek, azokat meg kell hosszabbítani. A szociális otthonokkal kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy a hozzátartozók már látogathatják bent lakó szeretteiket, sőt, mi több a napokban már csomagküldésre is lesz lehetőségük. A közösségi, zárt légterű helyiségek is kinyithatnak ezen a héten, tehát újraindulhatnak a különböző foglalkozások és klubszobák, valamint napokon belül kinyitja kapuit az uszoda is. Képviselőtestület is megkezdi munkáját, az első közgyűlésük június 25-ére várható. Hangsúlyozni kívánom, hogy a veszélyhelyzet megszüntetésre került, de a járványügyi készültség fennáll. Továbbra is legyenek óvatosak és vigyázzanak egymásra. Nagyon szépen köszönöm kalocsai lakóknak fegyelmezettségét és türelmét. További jó egészséget kívánok!